6 évig kézilabdáztál Siófokon, gyönyörű élményeket szereztél a csapatnak, a szimpatizánsoknak, szurkolóknak. Eljött a búcsú ide, jövőre Dunaújvárosban láthatnak téged a szurkolók. Milyen érzésekkel távozol innen Siófokról, mi jár most a fejedben, és mit kaptál a klubtól? Fú, hát igen, 6 éve vagyok itt Siófokon. Igazából ez a 6 év így visszagondolva nagyon hamar elment. Nagyon sokat kaptam, ugye én innen lettem válogatott játékos. Nagyon sok szép emlékem van, szép mérkőzések, úgyhogy sok mindent. Ha azt mondom, hogy ami elsőre eszedült, a legszebb pillanat, akkor mi villan be? Eredmény? Amit itt elértem, eredmény? Vagy... Legyen eredmény, egy gól, vagy bármi, ami bevillan. Hát a Magyar Kupa bronzérem, amikor még a Vova volt az edző, az ugrik be innen legszebb eredményként. Az idei szezon nem sikerült a legjobban, ugye sérüléssel küszködtél, és küszködsz jelenleg is. Mi a helyzet most veled, és mit vársz a folytatástól, a jövő évi dunaújvárosi kalandtól? Hát igen, sajnos nem sikerült sokat játszanom a szezonban, sajnálom is nagyon, de hát a vállam az, remélem, hogy most már rendben lesz, hát remélem, hogy jól fogok tudni játszani, és hasznos tagja leszek majd Dunaújvárosban a csapatnak. És remélem hogy itt is azért a 6 év alatt hasznos tagja tudtam lenni a csapatnak. 2 évet töltöttél itt Siófokon, hát fantasztikus emlékek, gólok. Én nekem egyből a Békés Csabai ember hátrányos találatok jutnak az eszembe. Mit kaptál ettől a klubtól? Milyen érzésekkel búcsúzol a várostól, a Balaton partjától? Nagyon jó érzésekkel búcsúzom, nagyon szép emlékeim lesznek. Remélem, hogy egyszer majd nagy játékosként visszatérhetek ide, az sincs kizárva szerintem. Csak köszönni tudok a Siófoknak, és fantasztikus hely, fantasztikus emberekkel, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönök mindent a klubnak, a vezetőségnek, és a csapattársaimnak, és a szurkolóinknak is. Erdősi Ildikóta megkérdeztem, tőled is megkérdezem. Melyik az a momentum, az a pillanat, egy győzelem, egy gól, ami eszedbe jut, mint legszebb pillanat, amire nagyon büszkén gondolsz vissza? Talán mondhatom a Final Four-ban az utolsó gólomat az Érd ellen. Ugye azzal jutottunk hetesekhez, de sajnos onnan nem jutottunk tovább, de nekem ez, mintha a saját gólomat kell mondani, akkor ez jut először eszemben. A tavasz folyamán többször is találkoztunk a sajtótájékoztatókon, többször is te voltál a mérkőzés legjobbja. Azt hiszem, hogy nagyban köszönheti a csapat neked azt most, hogy 5. pozícióban végzett végül. Tényleg elképesztően jól szálltál be a mérkőzésekbe, és bizonyítottad azt, hogy kiváló kapus vagy. Hogyan értékeled ezt a tavaszt, és milyen érzések dúlnak most benned így a távozás kapcsán? Hát én is nagyon sokat köszönhetek a csapattársaknak, edzőknek, az egész stábnak, a szurkolóknak is. Tényleg, ahogy mondtam a búcsúztatón a meccs után, hogy itthon érezhettem magam. Tényleg csak egy évet voltam itt, és mintha több évet itt lettem volna. Nagyon szerettem ezt a környezetet. Így alakult. Lehet, hogy majd a későbbiekben még találkozunk. Erdősi Ildikótól, illetve Ferenci Fruzsinától is megkérdeztem, hogy melyik az a momentum, amikre a legszívesebben emlékszik vissza, amire először bevillan neki. Gondolom, nálad ez egy védés lesz. Nem, én a Magyar Kupát mondanám. Tehát ott az nekem annyira megmaradt, hogy csapatként küzdöttünk, és tényleg, hogy mennyire együtt volt a csapat, és hogy küzdöttünk egymásért. Minket semmi sem állíthatott meg. Sajnos nem úgy sikerült a vége, ahogy akartuk, de én a Magyar Kupát mondanám. Nekem az egy óriási emlék, hiszen már többször voltam Magyar Kupa döntőkön, de ilyen meglepetésekkel, vagy hogy mondjam, jó érzésekkel még sose jöttem el onnan. Hatalmas lehetőség vár rá, hiszen jövőre a Ferencváros hálőre leszel. Miként tekintesz ezzel a kaland elé és a Bajnokok Ligája elé? Egy nagy megmérettetés lesz a számomra. Hát tavaly ugye most a Magyaróváron voltam, tehát már ez egy nagy lépés volt ide Siófokra jönni. Most megint egy óriásit ugrok, pedig ha azt nézzük, akkor nincs sok helyezés a két csapat között. Én azt mondom, hogy megint rajtam fog múlni, hogy élek-e a lehetőséggel, amit kapok, vagy nem. Megpróbálok mindent megtenni, és remélem, hogy ott is minél többet tudok tanulni, és elérem a célomat, hogy végre a felnőtt válogatottba oda kerüljek.